Ez volt a sütemény. Nem csináltak mindenféle süteményeket, nem volt olyan sok édességük se. Aszaltak gyümölcsöket, szárítottak, és az volt a finom édesség nekik. Pogácsa, az mindig volt nekik pogácsa. Vasárnap sütögettek, amikor a kemencébe, a kenyér után esetleg, és késsel csináltak rá ilyen kis sávokat. Látjátok? Így, ezt meg akartam nektek mutatni a végét. Így, látjátok, és ilyen szép kockás lesz. Lehet még belehúzni. Kocka. Ide is egy picikét még, így, mindenhogyan. Jó. A pogácsát ki szokott otthon szaggatni, Pogi? És hogy szaggatjátok? Minél közelebb egymáshoz, ugye? Hogy minél több kiférjen. Akkor, akkor kezdjük így veled, jó? Hármat kiszakítasz, engeded a következőt, és mindent. Igen. Már egyet kiszakított külön. Akkor még fogsz még kettőt. Na, oké, mehet. Ja, persze, és kis be is kell tenni ugye a tepsibe, ami ki van olajozva. Kiveszed onnan a formából, és aztán beleteszed a tepsibe, jó? Vedd ki az asztalra, ugyacskáld egy szúrját ki, nyomjad meg ott belülről. Na, és rakjad be. Jó van. Mindenki fog. Közel egymáshoz közel. Blanka, te is fogsz, jó? De ügyes volt, ez szuper jó lett. Blanyi, jó. Te is fogsz. Te már kettőt mondtál, elmennek, aztán mentek ki, jó? Most te félre állsz, hogy állj, így, jó? Úgy, mozgass meg. Ezt kell hallanatok, figyeljetek! Ezt kell hallanatok, jó? Hogy akkor át van szakítva a tészta. Ügyes vagy, jó. És még kettőt, még szakíthatsz még két pogit. Kiküldenek, ha nem bírsz magamtól. Na, tudod, jó? Ezért, dobre. Mindjárt belát kerül a sor, jó? Na, belerakhatod. Fú, de szép pogik lesznek. Gyerünk, te is elmégy, Viktor, még kettőt. Ja. Nagyon messze mentél. Ide kellett volna. Nem baj, de majd teszünk még. Tehát, hogy ja. Úgy nyomjad meg. Szupi. Belerakni. Jó. Várja, tanítóni még egy kicsit. Tanítóni, várjatok még egy picit. Hol a gép?